nekem már az a jó emlék, hogy itt vagyok. És nem ott elől, mert mikor még ott elől voltunk, egy másik mézessel egymás mellett voltunk, és ott nagyon rossz viszonyunk volt. Két éve vagyok itt, amúgy... Két éve. Úgy megjártunk minden lépcsőfokot azóta. Kint a Rákóczi utcán kezdtünk el árulni. Úgyhogy így kezdtük, aztán úgy kerültünk bejebb, aztán végül is ide. Szeretek itt lenni. Szeretek ezzel foglalkozni. Szeretem a méhészetet, szeretem a vevőket, úgyhogy én így nagyon jól érzem magam. Egy kicsit sajnálom. De aztán bízunk benne, hogy jó lesz. Az ideiglenes, de hát még jobb lesz, remélem a végleges. Sőt, mit szólnak a változásokhoz, tehát hogy levonják is? Hát ez nem jó így, ahogy változás van, mert félünk az útól mindig, mert az csak másabb az, mint ez a kocka. Ez már megszokott. Az egy idegen környezet, ez nem lesz parkírozási lehetőség, nem tudunk megállni, nem tudjuk az árba befordulni, kiforlani a kedves vevőknek, ahol leparkírozni, ami lényeg. Eladták a felemfele, ne haragudjon, én még ilyen Magyarországon, még ilyen nem. De ezen csodálkozok csak, hogy hogy lehetett így választani egy ilyen kormányt, amikor a házat a felettünk eladták. Én 48 óta árulok, 81 évet vagyok, de még egy ilyet még nem értem. Tudja miért? Így van. Pedig idevalók vagyunk helybeliek, kérem szépen, az anokám, kérem szépen, itt ügyvédj, a másik gazdajegyző, de hogy ilyet, hogy kérem, így kitegyük az embert, ezt a nyomot, de ha mind nem dolgozunk, hiába zárja be a csarnokot? Igen. Mink vagyunk a fő a háznál, a mezőgazdaság. Nem az iroda. Mert az iroda, kérem, nulla, ha én mind nem dolgozunk. Legyen legalább, mint itt volt, de azt mondják állítólag, hogy nagyon meleg lesz, nem tudom, mert akkor az áru is megfő velünk együtt. De hát gondolom idéglenes, hát valahogy kibírjuk, mert télen meg talán hideg lesz, az lesz a gond. És annyit, hogy az őstermelőknek miért nincsen külön két sorasztal, miért van csak az, hogy kereskedő vagyok és azoknak van hely, az őstermelő meg, aki elad 60-70 más a termény. A sajátját egész évben, ugye, annak pedig lehet odaszorul, ahova éppen tud, vagy kiveszekszik, hogy hát valahol le tudjon kapni. Úgyhogy ennyit szeretnék csak ott elérni, de gondolom az új csarnokban csak meg lesz ez talán oldva. Akkor hol tudnak? Sajnos egyelőre sehol, mert megfelelő üzlethelyiséget nem találtunk.
és úgy néz ki, hogy nem is lesz, mert nem felelnek meg a szakítottsági előírásoknak. Meg a másik, hogy itt a belváros részen nem nagyon van üzlet kiadó. És akkor mit fognak csinálni? Sajnos nem tudjuk még magunk sem, hogy mit fognak csinálni. De ígéretek nem voltak? Tehát, hogyha elkészül esetleg az új csarnok, hogy oda... Hát, ha elkészül az új csarnok, oda mehetünk, csak hát ez akárhogy számoljuk, még 9 hónap. Ha készen lesz, mire ígérték. De hát, itt semmi nem biztos. Akkor hol? Nem lesz helyünk. És mit fognak csinálni addig? Kizárólag részt, ezt nem tudjuk előre. Sajnos ez. Vártunk az utolsó percig, hogy hát a valami majd kialakul. Még megpróbáltuk olyan, hogy visszautasították, hogy asztalt adjanak. És kicsit asztalt szerettünk volna, hogy legalább csomagot elmondunk, de azt is. Tehát helyszüke miatt nem tudnak adni. Nem a fiam, nem az a szeretem, az egyik is igényelmesebb. És akkor egy évig mit fognak csinálni még? Nem, hát mondjuk elég alapvetően, de azért nem az a nehéz kereskedelemben, nehéz ügyényi átmeneti műszakot kialakítani. De azt hiszem, hogy nem csak mi vagyunk jó, hanem itt ezek az üzletek, amik itt bezártak, szóval elég bizonytalan helyzetben vannak. Ahol ne tessék kérdeni, inkább többen pár szemben. Nem, akkor ez jó. Na, az már sok, csak többször. És ez hogy érinti önöket, gondolom, nem? Anyagilag érinti, mert hát végül is egy évig nem veszélyben járunk a bevételt. És tehát mit tudnak csinálni? Semmi munkaépülére lehet járni, vagy pedig a kopi hendő, akinek van